Hát üdvözlök minden kedves nézőjének, és hogy a címbe is láthatjátok, most így be fogom mutatni a méheket, meg a többi újdonságokat, ami az új Snapchatban van. Ugye látjátok, 1.14.4-es Minecraft, ezt a Minecraftot megvettem, ez nem egy feltört, ez az eredeti, ez a legesleg eredeti, és itt van, hogy ez a Snapchat, és én most én elindítom a játékot, akkor pár pillanat is betölti. Jó van. Kiteszem a képernyőre. Jó van. Félúton egy kicsit megállt. De ezt a mindjárt betölti. Csak videózok, és akkor lassan tölti be ezt a nagy játékot. Jó, megindult. És... bum. Szóval látjátok, itt ez a méh, itt a méhes újítás, hogy látjátok, hogy borozzák a virágokat, mert itt van ez a méhkas, és itt írja 19V41A snapshot, ami nem egy hivatalos, de 1.15-nek a ilyen próbaverziója. És itt van egy hardcore, de ezt hagyjuk figyelmen kívül, elkezdtem egy megint egy hardcore videón kívül. Ha akarjátok, akkor ebből is lehet egy sorozat, végül is most egész jól alakul. Most ezzel fogunk foglalkozni, ezzel a világgal. Ezt indítom el én. Igen, 83%. Jó. Szépen betölti a világot, mutatja, hogy hol tart. 89, 91, 92, 93, 96, 100. Jó. Már pillanat, a csatlakozás a világhoz. Na. Jó van. Még be kell töltenie. Látjátok, hogy előkészítettem már a terepet. Még a méheken látszik, hogy laggolok, de talán nem sokkal elmúlik. Pácska. Ja. És így már elő van készítve a cucc. És... aztán láthatjátok, itt repülnek a méhek, meg igen, meg van egy pár újdonság, ezt előveszem, és így be fogom mutatni nektek a blokkokat, bár még már sok videót csinált erről videót, de én is csinálok, miért is, ha miért is, ne. Jó van, szevasz mércske. Először nézzük is meg, hány HP-je van egy méhnek, gyémántkarddal hány ütés. Na, ha nem repülnének annyira, várjatok, ezt úgy kell megcsinálni, hogy lejövök. Nézzétek a kezembe a tojást, így világít, na mindegy. Jó, jó, ezt elfedem, oké. Remélem, láttok ti valamit azért, nagyon remélem, de azért veszek magamhoz fákját. Jó van, a másik kezembe, szóval akkor. Leteszek egy méhecskét, és akkor lássuk, hogy mennyi HP-ja van. Egy. Kettő. Na, hát nem, tudom, is egy bugarat. Nem, mert nehéz megjönni egy émántkarddal. Mennyi, egy vaskard. Mennyit sebez vele. Egy. Hát vaskard is két ütés. És megnézem azt, hogy per game mode. Game mode. Survivor. Jó van. Mások annyira vagy. Hatnyos. Júj. Jaj, te mérgezés adsz! Jaj, te mérgezés adsz! Bocsáss meg! Mi szerencsére, hogy a méz elállítja ezt a mérgező anyagot, úgyhogy ja, sikerült még egyszer. Bemutatom még egy dolgot. Üldözünk meg ezek a méhek. Na jó. Jó, akkor bemutattam, hogy hány HP-ja van a méhen. Ja! Most az összes dühös lett? Most az összes dühös lett, mert egyet megütöttem? Hát mint a farkas, kitartóak vagytok, vagy még itt a zombi malac emberek.
Na mindegy. Jó, azért nem akarom mindegyik kinyírni, és olyan, hogy beporozzák a virágokat, ha most egyet leszeretnék tenni. Honi? Várjál. Mi? Tojás? Jó? Na, porozod a virágokat? Mert hát egy kis, hoppá, egy kis idő kell, hogy a mélykasat megterítsék mézzel, és azt hiszem metszólóval ki is lesz szenni. Csak azt most nem találom fel pillanat. Hogy ugye, és itt van ez a blokk is, aminek a neve Honeycomb blokk, nem tudom, hogy kell kiejteni, bocsássatok meg. És mi megy le a nap. Már, bocsánat. Ti ne szett daj. Úgy. Szóval, itt van ez a blokk, és gyorsan lehívok egy kis nyálka blokkot. Bocsánat, nyálka blokk, itt van. És gondolom más időben is láthatjátok, hogy a nyálka blokk még azon pattogsz, addig a ragacsos nézblokkom meg nem. Hogy ezt csináltam, hogy volt egy vállalat, de közben itt valami, de folytassuk is a videót. Szóval ha ide ugrok, akkor pattanok. Jó nagyot, és ha ide, akkor bele is ragadok. És most én megint átmegyek Survivorbe, és felépítem magam. Akkor így szépen leugrok. Akkor láthatjátok, hogy nem sebződök, ugye? És ha most ugyanilyen magasságból beleugrok a mézblokkba, akkor sebződök. De nem annyit, de nem sebződök annyit, amennyit, ha ide estem volna. Úgyhogy ez is számít valamennyit. És viszont kreatívba. És igen. Ez akar lenni a méhes snapshot. Igen, és ha most én megidézek ide egy vasgólemet, és most én elkezdem őt ütni, akkor így elkezd repedni a vasgólem, és így, ha még tovább ütöm, akkor még tovább reped. És ha háromszor megreped, akkor ez az utolsó esélye, ha még egyszer műtöm, jó, még egyszer, háromszor, négyszer, akkor már meg is hal, de vasral vissza tudom pótolni. Ilyen teljesen újra, és lehet tudni, legalább lehet javítani a vasgólemet, ez is ilyen jó dolog, hogy így a vasgólemet lehet látni, hogy mikor, mennyire van megsebezve. Úgyhogy ez egy ilyen jó dolog. Szóval, ja, ez is bekerült a játékba. Igazából nem tudom még, hogy mi került be a játékba, biztos be fog még a méheken, és a vasgólemek kívül, és pár blokkon kívül kerülne a játékba, de én egyelőre csak ennyit tudok, úgyhogy, ja. Várjátok, menjél hozzá a másik videó. Nem tudom megnézni, milyen hosszú, de szerintem ez a videó egy kicsit rövid volt, úgyhogy kilépek, és megmutatom a hardcore-os világomat, így. Nem fogok most benne hardcore-ozni, de megmutatom, hogy hogy állok benne, és akartok, akkor majd lehet róla a videó is, hardcore sorozat, de ezt most videón kívül elkezdtem. Most ez mi? Aha, jó. Szóval igen. Ez akar lenni a házam, nincsen itt üveg benne, mert még nem égettem ki homokot. Van majdnem full diaszettem, 20 gyémántból, ugye ilyen szerencsés vagyok. Van husi is. Hoppá. És igen. Ami azért van a vizes vödör a kezembe, amúgy itt az a tervem, hogy ide fogok csinálni egy kerítést, mert múltkor innen leestem, és csak a szerencsém múlott, hogy a vizes vödör a kezembe volt, és nem haltam meg, de igen. Na itt lesz egy farm is, tölgyfából, hogy ne ez a szarszavandás farm legyen. És el fogok ilyen fát csinálni, meg másik oldalra fogok építeni még egy placot, ami szavannás
Fám legyen, bocsánat, de megint volt egy vágás. És ja, és akkor itt is, hoppá, már nem sétáltam. Itt is fogok építeni nagy-nagy placot, és fogok csinálni répa ültetvényeket is. Elkezdtem a kaját is ezek. Úgyhogy ja, elég jó az a hardcore sorozat, amit így videón kívül elkezdtem. Kell, hogy videóban lennék ilyen szerencsés már. Ja, találkoztam ilyen pillagerökkel is, csak pillagerekkel, nem, bár annak jobban örültem volna. Ja, megy le a nap. És ja, abba a bányába szoktam lemenni bányázgatni, és most házam tetejét fogom megcsinálni ebben a pár percben. Úgyhogy szedek követ a ládából. De először alszok. Hogy bocsánat, hogy laggó, csak videózok. Jó van. Oké. Jó van. Akkor szépen megcsinálom. Oké. Jó van. Hoppá. Ja, ez a hülye fa itt van. Oké. És akkor most az lesz, hogy csinálok ilyen lépcsőt. Az a hülye fa. Az ettől startja az egészet. Cső. Jó van. És fogok kraftolni ilyen lépcsőt is. Kőlépcsőt. Nem tudom, hogy hányat. Hát első körben olyan, nem tudom, 8-at mondjuk. És akkor ide én visszajövök. És akkor így elkezdem rakni. Júj. Legyen itt, ha esetleg leesek. Magam alá tudjam rakni, mert most jön a veszélyes rész. Oké. Hát igen, 8-nál több kell ezek szerint. Úgyhogy a... Még megcsinálom a tetőt, aztán még a videónak, mert most nem a hátkorozás a videónak a lényege. Hogy nem volt elég kövem hozzá. Nem baj, szedek, még van dögivel kül. Hoppá. Szóval akkor... Úgy. Oké. Szerintem 20 elég lesz az első körre. Ezt kiszedem. És meg visszaépítkezni. Jó, itt egy töltsfacsemet, izécsemetes bot. Oké. Jó van, hoppá. Oké. Jó van. Ott vízzel elárasztottam könnyeket, hogy vízre essek. Még Rolix mondta, hogy úgy kell végigjátszani, hogy biztonságban legyünk, főleg a hátkort. Oké, nem esett le. Jó van. És ja, még kraftolok párat. De mennyi kraftoljak vajon? Nem akarom feleslegbe legyen, azt sem akarom. Jó, ebben menjünk ki. 16 megint kijött. Jó van. És akkor így. Jó, hogy mégsem fejeztem be, ja. Nem baj. Most itt megcsinálom. Jó van. Szedek még követ. Ó, itt már csak 14 volt. Jó, itt még van 264, megnyugodhatok. Még egyet. Nagyon 20, megnézzük, hogy mennyi elég lesz már. Hoppá, hát nem ezt kellett volna, hanem ezt. Úgy. Jó van.
Oké. Hol maradt még ki? Itt maradt ki. És még oda, oké. Akkor még oda kell. Még 20-at. És akkor ide is rakok. Jó van, és akkor ezt is így végig húzzuk. Hoppá, ezt nem kellett volna. Hanem így. Jó van. Na, aztán az egész kész. És akkor még ezt végig húzom sima kábelszomból, aztán tényleg kész a ház. Mondtam, hogy lesz egy kis felesleg. Ezt elteszem. Ezt is. Ezeket is. Ez sem kell nekem most. És úgy. Na hát kész a hátkorbeli házom. Ja. Tök jó. Szóval, ja, srácok. Most ha tetszett a videó, akkor csapass egy nagyon lájkot, és hozd meg az ismerőseidre, iratkozz fel, és gyorsan kiütöm ezt a lépcsőt, és ja. Sziasztok, gémerek! Találkozunk a következő videóban. Hát akkor szevasztok! Pák!